Itt vagy. Gyere, most kell vázát törni. Hogy mit? Ez itt hagyomány. A mennyasszony tanulja eltör egy vázát, és a szilánkok száma jelképezi, hány boldog évet kíván a friss házasoknak. Hűha, ez jókora teher. Igaz? Jól vágd oda, jó? Oké. Okay. Puff! Festi Giamo! Festi Giamo! De tiszta erőből elhajítottam. Azt kívánja nekik, hogy csupa tragédia legyen nem, az életük? Nem, én nem, csak próbálom összetörni, tényleg próbálom, és meg is repett. Na jó, csak kis híja, elnézést. Jussunk a végére, majd én elintézem. Evviva gli sposi! Maga... ez hát egy teremtés, nem de? Hát igen, nos, kipárasztottam, mielőtt eltörte. Persze, igen, világos. Egyébként Nick vagyok. Besz. Nagyon örvendek. Korábban is bemutatkoztam volna, de hát később igen, voltam. Vettem észre. Felmentem a hegyekbe egy interjú miatt, és visszafelé összeütköztem egy kecskével. Jesszus, elgázolt egy kecskét? Nem, ő gázolt el engem. Nem tehetek róla, és nem esett baja. Mit mondanak? Hogy beszéljen. Megint maga jön. Parancsolj. Akkor hello. Besz vagyok. Az Ara nővére. Umberto, habár nem ismerlek túl hosszú ideje. És... bocsánat, de egy szót sem tudok olaszul, és... Umberto, nonostante ti conosco da poco. Igen, nem... Kicsit rozsdás az olaszom, szóval tartózkodjon a nyakateket mondatoktól. Oh, persze, csak egyszerűen, kösz. Amikor rád nézek, Joanne, én a kislányt látom, aki hitt a varázslatban. De ha most rád pillantok, egy felnőtt nőt látok, akinek ma a világ összes varázslata valóra vált. Joanne? Piacciono, la magia. Cosa? Kicsit nehezebben, mint gondoltam. Se tutti bladiamo forse la fianice. Mert te és Umberto egy varázslat részesei vagytok. Bene, alimano, abbiamo provato. És tudom, hogy ha lehetne, én is benne lennék. Sono sicura che condividerai lui con me. Oké, úgy tűnik, hogy a tanúk kifogyott az olasz szavakból. Tárcsirió! Abbondanza! Abbondanza!